Chef interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Oldast. Interjút kér, én leközlöm, olvasd. Igaz volna a mamád, hogy én orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát, egy grammot se, ez az egész csak rímmese. Hogy piroskát ön falta fel, talán csak az is hamis vált, nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én, ő, ruhástul, mit ki nem eszeltek, én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a konyhóban hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyányom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta, és mivel én evés közben állandóan vicsorgok, a vérre szamóca lé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam, hogy ennél szabály, ha csak friss húsárut zabál. Kacsa, füvet rágok lomhán legelészve, zsengít, hogy a gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz önnél a jó hús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz te birka!